33 11 24 24 rádió, kukac, .com, facebook .com, per facebook.com.er.radio. Már is megyünk tovább egy beszélgetéssel ezekkel a nagyszerű ö, slágerek ö, után. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Csíder István, a Szivárvány népzene Egyesület Titkárát a Szivárvány a zenekar vezetőjét. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkezett az augusztus, közeledik augusztus 20-a. Bizonyára már mindenki jól tudja, hogy 16 év után, hogy ilyenkor bizony, bizony, Citera és Néptánc Gála veszi majd ö, kezdetét itt. mezőtúron, ám, mielőtt az idei ö, programba ö, belecsapnánk, talán. Hát öleljük át ezt a 16 évet, az ez rengeteg idő, ami nem is 16, hanem egyébként 17, de majd te ezt el fogod mondani. Hát, így van. 1998 volt az a, az a dátum, amikor a Szivárvány Citerozenekar és az Iringó Citerozenekar tagjai úgy döntöttek, hogy jó lenne egyesületet alakítani, és ezt meg is tettük. 98. Február, februárjában 34 magánszemély, részvételével megalakult a Szivárvány Népzeni Egyesület, és rögtön nagy fába vágtuk a fejszénket eh, annak kapcsán, hogy augusztus 20-a valahogy, valahogy kilógott az ünnepek sorából, olyan értelemben, hogy eh, egy ünnepi eh, testületi ülés keretében megemlékeztünk ugye, az alkotmány, illetve a Szent István ünnepéről, de azen kívül nem nagyon volt más eh, ünnep, ünnepség. És Ekkor találtuk ki, hogy legyen mezőtúr lakosságának egy, egy olyan, olyan rendezvény, ahol tényleg maximálisan lehet szórakozni, lehet egy, egy kis újat is a város életében megtenni. Ekkor találtuk ki, akkor még nem teljesen ez volt a neve, nem Citera és Magyar Nóta Gála, a magyar nótát, mint társműfajt is bevettük ebbe a sorozatba. Huszá Jóska barátom, majd kérdeztem, amikor hangoltam a citeleket közvetlenül a rendezvény kezdet előtt, hogy te Józsi, vannak már? Hát 500 darab széket hoztunk össze az iskolákból, a közösségi ház melletti parkolóba raktuk széljel, meg ott volt a színpad, meg minden mondja Józsi, hogy figyelj, nézzék ki az ablakon. A parkoló dugig emberrel úgy, hogy már a Dorzsa György úton is álltak. Hát nem akartam elhinni. Ez annyira, annyira megható volt, hogy rögtön az első rendezvényünk ilyen jó sikerül. És hát azóta töretlenül folytatjuk. Most már a Magyar Nóta helyét átvette a néptánc. Azért mégis stílusosabbak maradjunk, és a, a népzenem mellé egy, egy látványos Néptánc produkció is legyen mindig. Igyekszünk az ország különböző részeiből mindig mást hívni, hogy a különböző együtteseket ismerje meg a Mezőtől város közönsége. Ugye az elmúlt 16 évben nem csak anyaországi citerások jártak már itt Mezőtől ezen a gálán. Így van. A felvidéken nagy hagyományai vannak a muzikának a csemadok szervezésében, a csemadok támogatásával sok-sok településen léteznek citerazenekarok, a zenekarok. Jártak nálunk Tótlaciék Lukanyényéről, luka illetve a, a másik csapat, Nagykaposról. Nagy Köszönöm a segítséget. <laughs> Nagykaposról a Favortó Citer a zenekar. Így van. Hát ugye elérkezett a 16. Citer a gála, én már a 20 gondoltam, nem tudom, hogy miért pont beszélgettünk erről. Na hát a 16. gála egy új helyszínt is hoz, ugye a városban folyó építkezések miatt. Kik látogatnak idén el hozzánk? Az, az idén a helyi erőkön kívül a, amely a Méhecske, Iringó, Tücsök és a Szivárvány szitezenekarokat jelenti jelen pillanatban. Dévaványáról érkezik az ahhoz képest népzené együttes. Ők egy picit úgy ért, olyan értelemben kilógnak a sorból, hogy nem citerások, viszont nagyon jó ízű vonós muzikát játszanak, és emellett van egy komoly feladatuk, a török Miklósi Miklós táncegyüttest fogják kísérni. Amellett, hogy a saját produkciójukat is előadják. Ezen kívül régi barátok jönnek, a Czuháé Citerezenekar körösladányból, a Szedenindat Citerezenekar Mékútról, a Vadrózsák török szemmiklósról, és messziről, a Balaton mellől, Balaton Keneséről érkezik a Pannonia Citerezenekar, akiknél a nyáron voltam egy népzenei táborban, és így jött az ötlet, hogy jöjjenek el mezőtúra. Egyébként a fiúkat nagyon régen ismerjük, hiszen a Szivárvány is sok-sok éven keresztül járt népzené táborokba a Tiszakécskére, és az ismerettség az onnan is letállódik. Csak hát akkor még, még jóval fiatalabbak voltunk, de hát azt mondják, hogy a, a kor az inkább a tapasztaltságot hozza. És nem esít. <laughs> <laughs> Tehát akkor ismételten színvonalas gálára készült az, aki ellátogat a 16. országos citra és néptánc gálára, de hol lesz most a gál? Ugye említettem, hogy új helyszín nem kap helyet. Voltunk már itt ezen a helyszínen néhány évvel ezelőtt, amikor a művészeti napok is oda, oda került be. A főiskola kollégiumának udvarán a szolgáltatóház felőli megközelítéssel lehet majd a Citeragála helyszínére eljutni. Fontosnak tartom elmondani még, hogy a maga a városi ünnepség is ott kerül megrendezésre, odaérkeznek a lovas felvonulásnak a tagjai, a hagyományőrző újvárosi klubnak a kaszásai és marokszedői ott fogják átadni a polgármester úr részére az új kenyeret, és itt a megszentelt kenyeret pedig a, a jó hagyományos a szíven szét is, vagy oh, meg ja. is lehet kóstolni. É, így van, De így ezt van. is megszokhattuk már az elmúlt években. Tehát augusztus 20-án hány órakor kezdődik a, az ünnepség, a gála? Az ünnepség 15 órától veszi kezdetét, a gála pedig 16 órakor kezdődik és hát tart, ameddig tart, reméljük, hogy jó időnk lesz, és reméljük azt is, hogy sokan lesznek kíváncsiak a hagyományokhoz méltóan a mezőtúriak közül. Tehát akkor augusztus 20-án mindenkit nagy szeretettel vártok a főiskola udvarára. Talán ugye annyit még érdemes beszélni az Egyesületről, hogy nem ez az egyetlen rendezvényetek még ebben az évben, hanem egy ifjúsági és a zenekarok találkozója is megrendezésre kerülhet majd, ugye decemberben. Így van a hagyományok úgy hozták, hogy advent, az adventi várakozás ünnepkörén belül szoktuk ezt megrendezni, vagy a első, vagy a második adventi vasárnapon. Ezt az idén is így tervezzük, december 7-én, vagy december 14-én, még a pontos részleteket nem találtuk ki, akkor rendezzük ezt a Citera találkozót, ahol Szeretnénk az issuságnak olyan lehetőséget biztosítani, azoknak a fiatal kezdőegyütteseknek is, akik, akiknek még nem sok meghívásuk van, hogy bemutatkozhassanak közönség előtt, illetve hogy egy ö, olyan, olyan programon vehessenek részt, ahol megmutathatják magukat, barátkozhatnak a, a más együttesekkel, és így kapcsolatokat építhetnek. Nem csak a gyerekek, hanem a vezetők is. A vezetőknek egyébként minden alkalommal van egy olyan népzenei fórum, ahol általában Birinyi József a Hóta társelnöke vezetésével egy zsűri, szakmai zsűri mondja el véleményét, és hát ez alkalmat ad arra, hogy mindenki a saját, saját illetve a más hibáiból is okuljon, és a szakmai továbbfejlődését így igyekszünk ezeknek a vezetőknek segíteni. Ezekről a rendezvényekről gondolom a hollapotokon majd lehet olvasni, illetve lehet olvasni egy régebbi rendezvényről, ami ugye júniusban került megrendezésre, talán erről is ejtsünk néhány szót, miénk volt a tér, vagy miénk itt a tér, ugye jól emlékszem, ez volt a rendezvény neve, talán erről is ejtsünk néhány szót. Így van, hál' Istennek miénk volt a tér, a városrehabilitációs projekt keretében volt arra lehetőség, hogy pályázhattunk egy, egy, olyan rendezvényre, amit sikerült megvalósítani. Most kivételesen nem citeráztunk, hanem csak, idézőjelben csak a rendezést vállaltuk föl, de a népzene azért itt is komoly szerepet kapott, sőt, komoly szerepet kapott a népi hangszerek bemutatása. A már említett Bilényi József az 1500 darabos népi hangszer körülbelül 50-60 darabját elhozta a mezőtóra, és meg is szólaltatta itt ezek nagy részét. Beszélt a, a hangszerek történetéről, a hangszerek megszólaltatásának módjáról. Testvére Birinyi András különböző egyszerűen elkészíthető népi hangszereket készített a gyerekekkel együtt, hiszen az, az alapvetően az volt a lényege az egész napnak, hogy bevonni igyekeztünk mindenkit, aki aki él és mozog és a környéken ö, szívesen jött a közénk. Itt az idősebbeknek, a gyerekeknek, a középkorúaknak, a rokkedvelőknek, a népi kedvelőknek, akik szerettek volna egy, egy picit a varázslat világába is elmerülni, azok is megtalálták ennek a, a lehetőségét, hiszen Herbály Bandi barátunk elkápráztatta ott az embereket a bűvész bemutatójával de a nóta is kaptak ízelítőt Szolnok megye, Jász Nagykun Szolnok megye két kiváló népdala énekese produkciójából. A helybeli sportolók is megmozgatták itt a, a környékbelieknek az izmait egy kicsit, a aerobik, illetve a táj, box és a kung fu, mind, mind a két sportágnak a részvevői szerepeltek a színpadon a... Kit hagytam ki? Sok mindenkit hagytam, lehet. Testvérváros Úgy van, hát a, a testvérváros kicsik, meg. A, a törökbecsei delegáció különböző műfajokban érkezett. Elsősorban ki kell emelnünk a néptáncsoportot, ahol a kicsik is, a nagyok is egy, egyaránt felléptek. A saját zenekaruk kísérte őket. A hímző asszonyok elhozták a tudományunkon kívül a hímzéseiket is. A nagy teremben, a közösségi ház nagy termében, Csider a szervezésében azt hiszem már harmadik alkalommal volt himzőversenynek versenynek az eredményhirdetése, ahol ezek a, a produkciók, produkció, produktumok, produ, produktumok, amit a török asszonyok készítettek, szintén részt vettek. A himző kiállítás megnyitása után pedig táncház, illetve tánctanítás folyt a törökbecsei zenekar részvételével. Helybéli rockzenekar is játszott nálunk, sőt a, a bulinak a vége pedig a Buli Express Company neveletű budapesti illetőségű igazán buli zenekarnak a részvételével fejeződött be. Én amikor a hangosító és világosító emberünk kérdezte, hogy a lámpákat hova szereheti. Fölmondom, figyelj, hát este nyolckor még világos van, annál tovább ez biztos, hogy nem fog tartani, nem kell a lámpa. Aztán este kilenckor, mikor már nem látták egymást a színpadon a Bully a, a tagjai, meg nem látták egymást a, a színpad előtt táncoló emberek, akkor akkor lett vége. Hát lehet, hogy jó lett volna a lámpákat főzni, lehet, hogy még akkor este tízkor is ropták volna ott az emberek a táncot. Tehát azt mondhatom, hogy sikerült elérni a célt, amiért ezt a pályázatot beadtuk, hogy mezőtől város lakosságának egy, egy olyan családi napot létrehozni, ami, amiben mindenki megtalálja a neki kedves, neki tetsző produkciókat. Jó volt. Én örülök, hogy sikerült megrendeznünk. Tehát egy sikeres rendezvényen vagytok túl. Úgy néz ki, hogy két sikeres rendezvény következik, de beszéljünk még a jövőről, mi várható az Egyesület életében, a mezőtúli zenekarok életében az elkövetkezendő időszakban. Dolgozunk tovább úgy, ahogy eddig. Reméljük, hogy, hogy az anyagi feltételek továbbra is meg Pályázunk ezerrel, mert hát a mai világban az anélkül az ember nem tud a működéshez, a fellépések való eljutáshoz pénzt szerezni. Igyekszünk mindenféle lehetőséget kihasználni, hogy ezt, ezeket a pénzeket megszerezzük, és hát a, az pedig, hogy a zeneiskolában van egy nagy csomó fiatal, az pedig a jövőnkre vonatkozólag is nagyon, nagyon pozitív, van utánpótlás, azt lehet mondani. Igaz, a tücskök, tücskök most szétrepülnek, szétugrálnak, mert hogy végeztek a középiskolával, de, de remélhetőleg lesz olyan, olyan csapat, meg olyan gyerekek, tehesei gyerekek, akik kedvet is éreznek magukban ahhoz, hogy, hogy folytassák, vigyék tovább az ászlót együtt. Hát adja ezt a jó Isten, köszönöm szépen neked, hogy itt voltál nálunk, és beszélgethettünk a rendezvényekről, beszélgethettünk a zenekarokról. Én sikeres augusztus 20-át kívánok. Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a népzene, a néptánc, és egyáltalán szeretnék egy kicsit kimozdulni ünnep délutánján. Köszönöm szépen.